Üdvözlök mindenkinek, Rogrim vagyok, jöjjön Battlefield egy fegyverek megértése. Úgy gondolom ez egy kulcsfontosságú videó lesz, abból a szempontból, hogy kicsit megértsük a fegyverek működését, BF1-ben esetleg milyen pályára milyen fegyvert válaszunk, esetleg milyen játékstílusunk van, és ahhoz milyen fegyvert válaszunk, és netán, hogyha challenge-elünk, egyes fegyverek könnyebben hozzávezethetnek a kívánt célhoz. Aki tudja, aki nem létezik, egy olyan videó, hogy Jack Frags, és ő rakott fel egy ilyen videót, és ezt szeretném most gyakorlatilag egy kicsit magyarra lefordítani azoknak is, akik nem beszélnek annyira jól angolul, és ahogy ő is kezdte a videóban, kezdjük először is a shotgunokkal, gyorsan rá is térjük a lényegre, és elmagyarázom, hogy mik ezek a kis nevecskék a shotgunok, illetve a fegyverek mellett, és mit jelentenek, és mit akarnak. Ugyan, ez tényleg egy hasznos információ abból a szempontból, hogy hogyan álljunk hozzá különböző fegyverekhez, illetve hogy milyen játékstílust követelnek, vagy engednek meg. Na, és kezdjük így egy kicsit visszafelé. A factory az a gyári változat, ez annyit tesz, hogy a visszarúgásból gyorsabban áll be alaphelyzetbe. A slug, mint a Battlefield 4-ben is, ugye nagyobbat damage-el, mert nem szórogó jó, és ez egy jó közepes távon azért el lehet játszani one-shot kill-nek. Ezért lehet az, hogy csodálkozol, hogy úristen, lelőtt egy golyóval, és mit tudom én, ilyen távolról. De leginkább mégis csak azért lehet, mert létezik egy ilyen, hogy Hunter, ami gyakorlatilag annyit tesz, hogy pontosabb egy viszonylag nagy távon, és emiatt válik halálos. Tehát ha azt látod, hogy 100 méterről lelőtt és shotgunos, az valószínűleg azért, mert egy Hunterrel volt felszerelve, mert a Hunternek az a speciális képessége, hogy egy viszonylag nagy távon pontos és erős is. Tehát egy elég jó erős shotgun tud lenni, mondjuk ha utcákat kell kitisztítani, ahol vannak kicsit nagyobb távok, akkor lehet, hogy ez a shotgun ez nagyon megfelelő tud lenni számodra. Létezik egy olyan, hogy Reaper, ami annyit tesz, hogy jól damage-el közelre, viszont range-el egy kalap szar. Ez lehet mondani, tehát ha elkapod mondjuk 2-3 méteren, ledarálod, de amúgy esélytelen, hogy ezzel bármit is kezdje távolról, úgyhogy úgy válogass meg ezeket a fegyvereket. Van a backboard, ami nagyon egy érdekes változat, ugye kisebb a visszarúgás, gyorsabban is áll vissza alaphelyzetbe a visszarúgásból, viszont olyan gyorsan esik a golyó, és ezáltal nagyon gyorsan esik a golyó, és ezáltal nagyon keveset is fogsz damage-elni hosszú távon, vagy középtávon is, tehát gyakorlatilag nem őszintén tudom, hogy hol vannak a statinak az előnye, mert egy shotgunnál megszokod a visszarúgást, az mondjuk fontos, hogy gyorsan álljon vissza alaphelyzetbe, ezáltal ugye gyorsabban tudsz tüzelni pontosabban gyakorlatilag, de viszont az, hogy egy rövid távol hat, az nem annyira előnyös. Na, rátérve a trench kifejezése, ez annyit tesz, hogy csípőből jobban lő. És ugye van itt egy M91 Trench Hunter, akkor el tudjátok képzelni, hogy csípőből még viszonylag távolra is pontosan is tud lőni, az azért elmebeteg tud lenni azoknak, akik kedvelik ezt a játék stílust. Létezik egy ilyen, hogy optical megnevezés, ez ad ugye egy scope-ot gyakorlatilag, és egy kicsit pontosabb vagy, de ha mozogsz, ha állsz, egy kicsit pontosabb tudsz lenni. Létezik az experimental változat, ami annyit tesz, hogy ilyen burst fire-t kapsz, mint a BF4-ben volt az M16-os, de ha összetudod kötni a pontosan a lövéseket, elképesztő eredményeket lehet elérni egy ilyen fegyverrel, és nagyon pontos viszonylag hosszú távra is. Nos, létezik ugye ez az automatikó fegyver, erről egy kicsit kiemelve, ugye a trench megint csak csípőből jön, lő jól, a storm az a experimental változata az automatikónak, gyakorlatilag pontos célzást ad, szinte nincsen visszarugás. Ha találkozhatok BF1-ben egy olyan fegyverrel, ami azt mondja, hogy akkor ez az automatikó volt, storm változatban valószínűleg, és viszonylag távolról is lesz, de ugye a factory változat megint csak könnyű, és gyorsabban visszaáll a visszarugásból alap helyzetbe. Nos, jöjjenek a medic fegyverek, ahol szintén ugye megint csak ott lesz a Trench Optical Factory, ugyanazokat jelenti, itt van egy Marksman
Változat, ez annyit tesz, hogyha állsz, tehát ha állva lősz, ha távolabbra kell lőni állva, akkor pontosabb a fegyver. Itt is létezik egy optical, ami egy jó átmenet a mozgás és az állás között egy pontosabb célzást tesz lehetővé. Létezik itt is ugye a trench, a sweeper és a factory, nagyon nem nehéz. Van ugye egy sniper, ehhez gyakorlatilag kapsz egy bipodot és egy teleszkópot, teleszkópos, hogy mondják ezt, távcsövet. Távcsövet kapsz hozzá, hogy távolabbra is pontosabban lőj, és úgy gondolom, hogy ezzel a range-el, ja, és még létezik itt egy olyan, hogy extended, ez semmi, extra több golyót kapsz, tehát extended több golyót kapsz, hogy jobban tudjál lőni, akinek arra van szüksége, de úgy gondolom, elég erősek a fegyverek ahhoz, hogy jól működjenek. Nos, létezik az extended fegyvereknél amúgy elég jól tudnak jönni azok a plusz golyók néha, és létezik ez a Selbstländer M1916 Factory, nagyon pontos fegyver, ajánlom nektek szeretettel, ráadásul önmagát tölti újra, tehát nem egyesével rakja bele a golyókat, hanem ilyen visszatározó funkciója van, és ez a Selbstländer, ez mindegyiknek ugye a rendes ammója van, amit így betölt, és nem egyesével teszi be a golyókat. Ez hasznos, nagyon hasznos tud lenni egy gyorsabb játék szempontjából. Na most akkor jöjjön a support, és itt igazából itt is ugye megvannak ugyanazok a változatok, nem sokat játszottam supporttal eddig, de például itt van ez a low weight című történet, ez ugyanaz, mint a factory az előzőkben, tehát gyorsabban vissza a visszarúgásból, könnyebb, gyorsabban tudsz mozogni, van a suppressív, több ammót fog adni, és van a teleszkópik, ami gyakorlatilag ad egy kis, hogy volt ez? Leírtam magamnak ide valahova, teleszkópik. Gyakorlatilag, hogy the bar is light, hol van, teleszkópik, igen. The bar is a light and effective machine rifle with a smaller magazine compared to the... Na igen, gyakorlatilag egy kicsit pontosabb vagy, kevesebb golyót kapsz, de pontosabban fogsz tudni lőni vele azért. És mondjuk ugye, hogyha azon csodálkoztatok, hogy miért olyan rossz a support, amikor tényleg csak úgy supportálsz vele, mert így lőszinte hülye, nem találsz vele semmit, akkor megesett, hogy egy teleszkópik változatot kellene választ a fegyvernek, és akkor egy kicsit jobban tudnál darálni, és effektívebb lennél a supporttal is, és nagyobb kedvet kapnál hozzá, hogy játsszál nem úgy, mint én most. Na, ezek lennének még egyszer, ugye itt is létezik egy Storm változat, a low weight az a Factory-nak felelvek, ezt megint mondtam, ugye van egy Optical, ami gyakorlatilag a zoomnál ugye kapsz egy kis távcsövet, és azzal elméletileg fontosabban tudsz lőni, és nagyjából ennyi lenne a változat a csipákra. Rátérve ugye a sok mindenkinek kedvencebb a játékban, többek között nekem is nagyon szeretem a snipereket, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól sikerültek. Ugye itt is van a trench gyakorlatilag, ami itt azért egy kicsit más jelent, ez egy gyorsabban tudsz lőni vele, kisebbet sebez, tehát gyakorlatilag, ugye mert azt azért sniperre csípőből lőni, hát oké, lehet, de többnyire mak kell, hogy beadja azt a lövést, de hogyha a trench változatot választod, kisebbet sebez, de gyakorlatilag gyenge lesz, tehát ezt csinálja az, ja nem, az, és létezik ugye az M1903, ami az experimental változata, ami azt teszi, hogy pisztolygolyókat lő ki, de nagyon gyorsan tudsz vele emiatt, és nagyon pontos, és gyorsan is tudsz vele lőni, és a csípőből is lőve viszonylag jól
változatot, érdemes ezt megjegyezni, az M1903, hogyha netán nem adja be azt a lövést és cselekvő mérlő gyengét, akkor az azért van, mert pisztoly golyókat lő ki, ezt hívták penicillin golyóknak gyakorlatilag akkoriban, amikor ez a fegyver még divat volt. Nos, ugye itt is van ugye a trenchet, azt elmondtam, egy ilyen jó közepes damage, és emiatt gyorsabban tudsz lőni vele, de nem damage-el akkorát. A sniper kapsz hozzá egy bipodot, és gyakorlatilag 300 méterig tök jó zoomolsz, tehát így gyakorlatilag ez egy elég jó sniper. Nekem eddig, ami nagyon bevált, hogy az a nagyon sok közül itt kipróbáltam, amit láthatjátok, ez az SMLE MK3 Marksman, ez gyakorlatilag azt csinál, hogy 300 méterre nagyon erős, nagyon pontos, ezáltal lehetővé teszi a kontrollja is, amit látjátok, egy ilyen közepes részmérme, amúgy a Marksman, ez közepes távon így pontosan lő, és, tehát ez még nem biztos, de elméletileg így van, és ha zoomolsz, nincs villanó fény, tehát az ellenfél nem biztos, hogy észrevesz. Ez az egyik nagyon nagy előnye ennek a Marksmannek, nem beszélve a felől, tehát ezt már tapasztalatban mondva, hogy az ilyen félagresszív stílust nagyon lehetővé teszi, tehát hogy mész, lelövöd, nyomulni tudsz csapatod, és nem kell egy távolságot tarts a csatamezőtől ahhoz, hogy effektíven tudjál dolgozni. Nos, ugye, mi maradt? Még gyakorlatilag nagyjából sem, ugye van egy infantry, gyorsabban visszaáll alaphelyzetbe, visszaállásból ugye könnyű, és 300 méteren igen pontos és erős is tud lenni, viszont ne is próbáljátok vele no-scope-olni, a damage dropja is eléggé jó ahhoz képest, a többihez képest. Nos, ennyi lett volna a dolgoknak az alapja. Okay, itt van még egy karabiner, this rifle pattern has been shortened to improve mobility at medium range, engage zero. Tehát 75 méteren gyakorlatilag pontos ez a karabiner, viszont jobban tudsz felelőni csípőből, és gyorsabban is tudod tárazni, tehát gyakorlatilag egy könnyebben kezelhető fegyver, egy közepes távon halálos tud lenni. Srácok, ennyi lett volna, ajánlom, próbáljátok ki a Marksman class, nem rossz, de remélem, hogy valami hasznosat el tudtam árulni, addig is köszönöm a figyelmet, ugorjatok el a csatornámra, nézzétek meg a többi BF1 videót, és sok minden mást, ami ott van, köszönöm a figyelmet, sziasztok!